Május 30-án hétfő este, jó estét kívánok! A Tatai Körzeti Televízió napi híradóját látják, tartsanak velünk ma este is! Majd 400 helyszínen nyitottak ki a szertárkapuk, próbariasztást is tartottak. Kitüntetéseket is átvettek pedagógus napon a tatai oktatási szakemberek. Jól minősült a Bányásztánc Együttes az országos bemutató színpadon. Katonákra és civilekre emlékeztek a naszáiak a Hősök napján. Rendőrautóba ültek a legkisebbek a Tardosi gyereknapon. 2 évig kellett nélkülözniük a katasztrófavédelem munkatársainak azokat a jelenléti rendezvényeket, melyeken lehetőség nyílik a személyes találkozásokra. A Nyitott Szertárkapuk című program nem csak a gyerekeknek, a felnőtteknek is bepillantást engedett a tűzoltók mindennapi munkájába. 148 hivatásos tűzoltóság mellett 225 önkormányzati és önkéntes szervezet is fogadta a vendégeket. Nem is olyan könnyű feladat pontosnak lenni a tűzoltó tömlővel, kis segítséggel azért a tarjáni gyerekeknek is sikerült eltalálni a célt. A mindennapi munkához használt eszközöket, így a Szent Flórián Tűzoltó Egyesület 2 büszkeségét, a tűzoltóautót és a csapatszállítót is birtokba vették a legkisebbek a nyitott szertárak napján. Mindenképp szükség van erre, és nem csak a gyerekeket látjuk ilyenkor sok szeretettel, hanem akár egy-egy szülőt, egy-egy apukát is be tudunk ezzel a rendezvénnyel vonzani. Tehát ezért is fontos ez, hogy ilyenkor is nyitva álljunk, és meg tudjuk mutatni, hogy mi az, amit csinálunk. A próbariasztást már a Tatabányai Igazgatóságon lesték tágra nyílt szemekkel a gyerekek. Az érdeklődés itt rekordot is döntött, 1000 fölött volt a látogatók száma. A vendégek különleges járművekbe ülhettek, egyenruhákat, sisakokat próbálhattak fel. Biztonságérzetet is növelhet ez gyerekekben és szüleikben egyaránt, ha szemtől szembe tudnak a tűzoltóktól kérdezni, megbeszélni az őket érdeklő kérdéseket, akár mit kell tenni egy tűzesetnél, mit kell tenni egy műszaki mentésnél, balesetnél. Az országos program nem titkolt szándéka a tűzoltó szakma népszerűsítése. Az udvaron lévő fiatalok körében mindenkiben megfogalmazódott, hogy egy tűzoltó szeretne lenni, de idővel ez azért ki fogják nőni. Akik maradnak, azok semmi másért nem fognak maradni, csak azért a szervezetért, amit maga a tűzoltóság képvisel, azért a csapatért, amiben ő együtt dolgozik, hiszen itt ez a csapat összetartóbbnak kell, hogy legyen, mint egy család. Itt, hogyha van egy beavatkozás, itt az ember úgy dolgozik, hogy tudja, hogy a másik védi. A Nyitott Szertárkapuk programsorozathoz megyékben 3 hivatásos tűzoltóparancsnokság, 3 katasztrófavédelmi őrs és több önkéntes egyesület is csatlakozott. Tanárokat, tanítókat és a helyi oktatási intézmények minden munkatársát meginvitálta Tataváros önkormányzata hagyományos pedagógus napi ünnepségére. A rendezvényen nem csak köszöntik a színes diplomás és nyugdíjba vonuló szakembereket, idén kulturális műsorral és egy finn pedagógus előadásával is bűvült a műsor. Amikor egy gyermekkel találkozunk, építhetünk vagy rombolhatunk? Ezt a napi kérdés. Finnországból érkezett, magyarul tartott előadást, Jukka Sinamaki oktatásfejlesztési szakember saját tapasztalatait, módszereit osztotta meg a tatai pedagógusokkal. A vendégelőadó a Kecskeméti Tanárképző Főiskolán is végzett kutatásokat, és többször járt már Magyarországon. Úgy érzem, túl gyakran tanárok, neki az a saját program az túl fontos. Ez kicsit fogunk elfelejteni, ami szükségre gyerekeknek. És egy példa, ha bemész az osztályba, pillanatban nem szabad kezdeni az a órát, én véleményem, inkább hallgassuk a gyerekek egy pár percig, hogy mi a helyzet, minden oké, és akkor legyen olyan jó hangulat, és onnan fogunk kezdeni a beszélgetést. Tataváros önkormányzata hagyományosan nagyszabású ünnepségen mond köszönetet az oktatási területeken dolgozóknak. Ilyenkor jeles elismeréseket is átadnak, így idén 1 rubin, 1 vas és 3 arany diplomát, de köszöntöttek 17 szakembert nyugdíjba vonulása alkalmából. Az évtizedes szolgálatra többen meghatódva emlékeztek vissza. Jó érzés az embernek, hogy hát majdnem ugye elsírom magam, de az az igazság, hogy hiányoznak,
A mostani diákok egy kicsikét fegyelmezetlenek, de lehet velük foglalkozni, lehet velük foglalkozni. Bár a munkával töltött évek száma megengedni, sok pedagógus még így sem vesz végső búcsút a diákoktól. Még egy pár évig szeretnék maradni addig, ameddig igényt tart rám az iskola, illetve amíg érzem magamban a lelkesedést. 40 év még egy ember életben is elég sok idő. Megható dolog így végig gondolni, hogy bizony 4 évtized eltelt ezen a pályán. Ugyanakkor szép is, mert az ember erre a hivatásra készült, és még nincs vége. Pedagógus szolgálati emlékérmet idén 4-en Dalos Zsuzsanna, Posgainé Tóth Ildikó, Karsai Ildikó és Puk Gyöngyike vehetett át. A díj az Emberi Erőforrások Minisztere által adományozható szakmai elismerés. Tatabányán rendezte első minősítő fesztiválját a Martin György Néptánc Szövetség. A szervezet évtizedek óta igyekszik lehetőséget biztosítani a hazai műhelyek számára, hogy azonos szempontrendszer alapján mérethessék meg magukat. A Vértes Agórájában Tatabányán legutóbb 6 együttes 30-45 perces produkcióját értékelte a zsűri. Merre van a magyar hazám? Határok a Béke Ára című produkcióját a Salgó-Tarjáni Nógrád táncegyüttes mérette meg a Vértes Agórájának színpadán. 6 táncműhely előadása közül egyedüliként kiválóan minősült oklevelet vihettek haza. A majd 2 éve született műsor a trianoni békeszerződéshez kapcsolódik. Határon túli magyarság táncaiból táplálkozik tulajdonképpen Kárpátalja, Felvidék, Erdély és Délvidék. És hát ez az elérzékenyülés ez arról szólt, hogy két nagyon kedves erdélyi kolléga most itt van ezen a fesztiválon, Erdélyből származó kolléga, és ők megnézték, és őket megérintette. Ez a célja, örülünk, hogyha tetszett, dolgozunk tovább. A Bányász Táncegyüttes már az örök témát, a szerelmet jelenítette meg a majd 40 perces előadásában. Azt gondolom, minden együttes életében ezek a minősítők, főleg ez az országos minősítő színpad, ez a legfontosabb. Ez ugye 2 évente kerül meg rendezésre, és itt mérettetnek meg azok, akik bátrak, és akik készek itt megmutatni magukat a zsűrinek és a közönségnek. Ez a legfontosabb szakmai fórum. Vannak ilyen-olyan tematikájú fesztiválok, de ez annyira komplex minősítést és értékelést ad az együtteseknek, amire nagyon-nagyon bonyolult munka felkészülni. Ezek teljesen autentikus lépésanyagból készülő koreográfiák, ez a koreográfusoknak a dolga, és a zsűrinek a dolga pedig ezt ellenőrizni. A néptánc szerelmeseit a következő hónapokban is várják nagyszabású események. Az első Kárpát-medencei Csúri Sándor Népművészeti Fesztivál alkalmából június 11-én Tatabánya is szerepel majd a 30 helyszín között. A megyeszékhelyre 400 táncos érkezik, akik egésznapos programokkal várják a vendégeket. A háborúkban elesett katonákra emlékezett Naszály község önkormányzata a Hősök napján. A települést is érintették az első és a második világháború viharai. A helytörténeti kutatásoknak köszönhetően azok nevét, akik nem tértek haza a frontról, emlékmű őrzi. Nyújts ide édes a kis kezedet, ki tudja, látlak-e még? Emlékező műsorra készültek a helyi közösségek képviselői Naszályon a Hősök napján. A falu központjában a református templom mellett állnak az első és második világháború mártírjainak nevét jegyző emlékművek. A falubeliek így minden esztendőben itt róják le tiszteletüket. Ezen a napon a világháborúban harcoló hőseinkről emlékezünk. Kezdődik a műsorunk a egyház, katolikus egyházban misével, majd utána a civil szervezeteink és az intézményeink műsorát láthatjuk, és ekkor megkoszorúzzuk ezt az emlékművet, amit az önkormányzat a református egyházzal emeltetett évekkel ezelőtt, és itt az első és a második világháborúban elhunyt naszályi hőseinkről emlékezünk meg. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép módja annak, hogy tiszteletünket róljuk le azok előtt, akik a falunkban éltek és a hazánkért értünk harcoltak, jövő nemzedékért, és itt tudunk egy kis
hálát adni értük. A rendezvény résztvevői ugyanakkor szerették volna felhívni a figyelmet arra is, miként adhatók át a hiteles történelmi események a jövő generációja számára, hogy a hősök áldozata és emléke évtizedek múltán sem merüljön feledésbe. A legfontosabb az, hogy a jelenlévőknek, akiket szinte nincs olyan család, akit ne érintene meg ez a nap, felhívjam a figyelmet, hogy a feljövő generációnak ez történelem. Számon sem szabad kérni, hogy kérdezz, hogy nem érti rögtön, nem érti feltétel nélkül ezt a dolgot. Nekik ezt el kell mondani. És hogyha az első és második világháborús emlékmű előtt mindig friss világ van, akkor ők erre fel fognak figyelni. Ez a nap, ez erről szól. Térségünk szinte valamennyi települése játékos programokkal, versenyekkel, sportrendezvényekkel kedveskedett a legkisebbeknek a hétvégén. A gyermeknap a világ számos országában ünnep, sok helyen a gyermekek jólétére is felhívják a figyelmet ilyenkor. Színes programokból a tardosi családok is válogathattak. Egymást váltották a gyerekek a rendőrautó kormányánál, ha vezetni nem is, a szirénát és a hangos bemondót használni minden résztvevő megtanulta a tardosi gyereknapon. Itt megfogjátok ezt, és a piros gombot megnyomjátok rajta. A kicsik nem csak az autót, annak mindenféle tartozékát is felfedezhették. Nagyon izgalmas eszközöket hoztam. Ugye egy gyereknap révén most azért a gyerekeket próbáljuk megörvendeztetni. Egyrészt hát hoztam egy szolgálati gépjárművet, mert hát az elengedhetetlen kellik. Másrészt pedig eszközöket hoztam, amiket be fogok mutatni. Lövedékálló mellényt, akkor CPE pajzs felszerelést hoztam, testpáncélt hoztam, illetőleg még ezeket az apróságok, amik a gépjárműnek a tartozékai. A gyerekek beülhetnek az autóba, természetesen villoghatnak, beszélhetnek a hangos bemondóba. Úgyhogy remélem, hogy nagyon fogják élvezni és nagyon tetszeni fog nekik ez. A jeles nap alkalmából egész délutára való programkavalkáddal készültek a szervezők, a művelődési ház egyik oldalán a finomságok készültek, másik oldalán a kézügyességet lehetett próbára tenni. Két pedagógus segítségével kézműves foglalkozás van, illetve a vezető óvónénink csillámtetkókat készít. Közben elkészült az ugrálóvár, illetve légvár, mint látjátok itt, illetve látják majd a nézők, tehát annak van a legnagyobb sikere. Közben a Derűs Alkon Nyugdíjas Klub kemény magja süti a palacsintákat a gyerekeknek, úgyhogy nehogy megéhezzenek. Az igazság, hogy jellemzően a nyárzáró kerti parti az, ami most már 5.-6. éve lesz idén, hogy megtartjuk, a szeptember első szombatja, és körülbelül ez a létszám szokott lenni. Tehát nyilván az nem annyira ütközik mással, mert azt tudjuk, hogy ma Tatán is, meg szerintem rengeteg településen van gyereknap, és azért mi nyilván nem tudjuk egy ilyen kis településen azt nyújtani, mint egy nagyváros, vagy akár egy gazdagabb település. Tehát én elégedett vagyok azokkal, akik eljöttek. A tardosi gyermeknap programjaihoz a helyi táncegyüttes, előadó művészek, vállalkozók és önkéntesek is hozzájárultak. A legszebb konyhakertek címmel hirdetett pályázatot Oroszlány és Térsége civil szervezeteinek egyesülete. Várják minden konyhakerttel rendelkező kertművelő és közösség jelentkezését június 15-éig. A nevezési lapot a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár információs pultjában találják az érdeklődők. Az eredmény hirdetésre augusztus 13-án 12 órakor a falunap alkalmával kerül sor. Pünkösdi vigasságot szerveznek Környén. A Német Nemzetiségi Önkormányzat június 5-én 15 órakor májfa döntéssel kezdi rendezvényét a tájháznál, onnan zenés felvonulás vezet a művelődési házhoz, ahol a falu másik május fáját is kitáncolják. A délutánt kulturális programokkal folytatják. Majd 400 helyszínen nyitottak ki a szertárkapuk, próbariasztást is tartottak. Kitüntetéseket is átvettek pedagógus napon a tatai oktatási szakemberek. Jól minősült a bányásztánc együttes az országos bemutató színpadon. Katonákra és civilekre emlékeztek a naszáiak a hősök napján.
Rendőrautóba ültek a legkisebbek a tardosi gyereknapon. Köszönjük, hogy ma este is velünk tartottak friss hírekkel, holnap este ugyanebben az időpontban is várjuk Önöket, én további szép estét, jó tévézést kívánok, viszontlátásra!